Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Deszka templomban és a televízió képernyői előtt. Isten igéjével köszöntöm a testvéreket. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod és megvigasztaltál. Íme Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 166. dicséretünk első versét énekeljük. 166. énekünk első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Helyünket elfoglalva a 25. Zsoltárunkhoz lapozzunk. 25. Zsoltárunk első és harmadik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: Szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét úgy, amint írva található Mózes második könyvében a 34. rész első 9 versében. Mózes második könyve 34. részének első 9 versében így olvassuk Isten igéjét. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat,
és én felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, korán reggel pedig felment a Sínai hegyre, az Úr parancsa szerint, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki: az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme, szeretete és hűsége nagy, megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyedízig. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult és ezt mondta: ó Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnüket és vétkeiket, és tégy tulajdonottá minket. Isten tegye áldottá az ő igéjét a szívünkben, hadd lehessünk megtartói, megcselekvői az ő dicsőségére. Imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy együtt lehetünk a templomban. Köszönjük, Urunk, hogy erre van lehetőség. Reméljük, szeretnénk, hogy ez így is maradhasson. Ezért könyörgünk hozzád, hogy ezt a járványt, a vírust te vidd el, te szüntesd be azt. Látjuk, Urunk, a menetét, a tendenciáját ezekben a napokban, hetekben. Urunk, kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy ne akadályozzon ez minket a teljes élet gyakorlásában, megélésében, különösen itt a templomban. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk egymást, és imádkozunk azért, hogy akik nincsenek most velünk, azok is hadd találhassanak majd vissza, adj nekik egészséget, gyógyulást. Különösen könyörgünk azért, aki pedig most fog elmenni majd. Kórházi ápolásra szorulva kérünk, Urunk, hogy légy hozzá is irgalmas, és segíts neki, hogy visszatérhessen majd közénk egészségben. Imádkozunk, Urunk, így a betegeinkért, az elesettekért, a magányosakért, a szenvedőkért, azokért, akik testileg talán rendben vannak, de lelkileg szenvednek. Kérünk, Urunk, hogy légy ezekhez a testvérekhez is irgalmas és gyógyító kegyelmedet áraszt ki gazdagon rájuk. Esedezünk azért is, tartsd meg a mi életünket veled, szeretnénk veled élni, növekedni, gyarapodni hitben, lélekben, neked való engedelmességben. Ezért könyörgünk, Urunk, hogy légy velünk ezen az Isten tiszteleten is. Hadd szólaljon meg a te igéd bátorítóan, felüdítően, megerősítően, és ha kell, feddő módon is, ahogyan éppen azt nekünk hallani, érteni kell. Kérünk, Urunk, lelked által így légy velünk, Jézusért. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallására készülve a megkezdett 166. énekünk második versét énekeljük. A 166. dicséret második verse így kezdődik: nyisd meg szánkat háladásra, készíts szívünk buzgóságra. Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént hallott ige szakaszban, Mózes második könyve 34. részének 6. és 7. versében.
az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyedízig. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Mintha pásztor tűzég őszi éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 ember öltő régiségben. Minden bizonnyal mindnyájan tudjuk, ismerjük ezt a verset, még folytatni is tudnánk. Toldi a mi gyermekkorunknak volt a hőse. Úgy néztünk rá gyerekként, mint ahogyan most a mai gyerekek talán a szuperhősökre. És igazából nem is állunk messze tőle, hiszen valóban egy hatalmas, óriási ember lehetett, így folytatódik. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, hallanám dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnétek Isten haragjának. Nagy, erős, deltás, határozott, kemény ember jelenik meg előttünk. Amikor általános iskolában a Toldit tanultuk, a tanárnő rákérdezett, hogy tudjuk-e, mi az az emberöltő. Hát én nem voltam benne biztos, hogy mit jelenthet az emberöltő, de gondolkodtam rajta, aztán azt mondtam, hogy szerintem az emberi életet jelenti. Aztán nagyon bölcs volt a tanítónéni, és elkezdett rávezetni bennünket, hogy mit is jelent ez a kifejezés. Aztán arra is rákérdezett, amikor már megértette velünk, hogy mi ez, mit fejez ki az emberöltő, hogy akkor ez mennyi időt jelenthet, milyen időtartamot. És még mindig emlékszem rá, hogy akkor azt mondtam, hogy hát szerintem olyan 30 esztendőt. És akkor kiderült, hogy nem is nagyon lőttem mellé. Megszületik valaki, felnő, aztán neki is gyereke születik. Talán így is mondhatnánk. Generációk öltődnek, kapcsolódnak egymásba. Egy olyan időszak, amelyben egy embernek az élete elkezdődik és kiteljesedik. A mai napra rendelt ige szakaszban 3-4, illetve 1000 emberöltő szerepel. Arról beszél Isten, hogy a bűnt megbünteti az illető leszármazottain is 3-4 generáción keresztül. Ugyanakkor azt is elmondja, hogy irgalmas 1000 nemzedéken át. Ezek az emberek, akikhez szólt itt Isten, ők testközelből élték át azt, amit itt az Úr nekik kijelentett. Igaz, később történt ez az átélés, de megtapasztalták. Amikor kihozta Isten az egyiptomi fogságból az ő népét, az ígéret földjére, ők nem mertek elindulni, nem akartak menni bevenni azt, mert féltek. Előre küldték a kémeket, és akkor, amit láttak, azt mondták, óriások lakják ezt a földet, mi képtelenek vagyunk ezt bevenni. Biztos, hogy nem tudjuk őket legyőzni, nem merünk elmenni. Ennek a bizalmatlanságnak az eredménye volt az, hogy Isten azt mondta, akkor úgy lesz, ti tényleg nem fogtok bemenni. De a ti gyermekeitek, akiket egyébként féltetek, hogy majd veletek együtt meghalnak az ígéret földjén, őket beviszem. De ti, akik most felnőttek vagytok, a ti nemzedéketek, a ti generációtok nem fog bemenni. Ez a büntetésetek. 40 éven át vándoroltak a pusztában, éppen ezért az izraeliták, de a 40 év az mindenkire vonatkozott. Vonatkozott a gyerekekre is, akik akkor születtek, vagy talán később születtek, hogy bizony egy pusztai élet volt a részük évtizedeken keresztül. Pedig a gyerekek nem tehettek semmiről. És itt felvetődik az a kérdés, ami a Bibliával foglalkozni kezdő ember számára előjön,
amikor elkezdi olvasni az Ószövetséget, a 10 parancsolatot, vagy éppen ezt az igét, hogy nem igazságtalan-e Istentől az, hogy megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, az utódokat, a leszármazottakat. Milyen dolog ez? Az, aki még talán meg sem született, miért kell, hogy szenvedjen az elődének a bűnéért? Nos, nem ennyire egyértelmű ez. Egyrészt ebben az esetben például a fiak, az utódok nem büntetve voltak az apák bűneiért. De az apák bűne, hitetlensége kihat, következménnyel bír a következő generáció életére is. És ugyanakkor azt is látjuk, hogy Isten a büntetésben irgalmas is. Hiszen ő abban a 40 esztendőben gondoskodott az egész nép számára élelemről. Nem kellett földet művelni, nem kellett annyi mindent megtenniük, persze tartottak állatokat, de minden nap adta nekik a mannát. Gondoskodott nekik ivóvízről, és gondoskodott a számukra még a ruházatról is. Csak később csodálkoztak rá, hogy a saru nem esett le a lábunkról, miközben mi 40 éven keresztül jártunk itt a pusztában. Megmutatta Isten tehát, hogy ő az ítéletben, a büntetésben is irgalmas. Biztonságban voltak ezekben az években. De megmutatta Isten az igazságát abban is, hogy nem törölte el ezt a népet a föld színéről, pedig mondta Mózesnek, veled kezdhetünk újat. Ez a nép, amely állandóan ellenem lázadozik, elengedem, és veled kezdünk újat. De Mózes közben járt a népért, és Isten irgalmas volt a büntetésben is. Ilyen a mi Urunk. Kegyelmes, szerető, irgalmas, megbocsájtó, vagy ahogy az igében olvastuk, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Mindez tökéletesen igaz. Ugyanakkor nem jelenti azt, amit némelyek kiértenek belőle, hogy Isten végül úgyis mindent megbocsát. Van az egyik véglet, hogy Isten megbüntet, megbünteti még az atyák bűnéért a fiakat is, tehát igazságtalan, és van egy másik elképzelés némelyek részéről, végül Isten mindent meg fog bocsátani. Úgyis minden rendben lesz. Végül mindenki a mennybe jut. Irgalom, megbocsátás, igazság és büntetés, ez mind megfér egymás mellett, harmóniában van Istennél. Nem olyan régen az egyik Biblia körben szóba került a családi élet, gyermeknevelés, és valaki azt mondta, hogy a jó szülő azért feddi meg, azért bünteti meg a gyermekét, ha szükséges, mert szereti. És ez illető elmondta, hogy meg is szokta mondani a gyerekének, hogy nem örülök neki, hogy meg kell, hogy büntessenek. De érted, miattad teszem, mert ebből tud tanulni a későbbiekre nézve. Ha a bűnnek nincs következménye, akkor az élet szétesik. Hányszor elégedetlenkedünk egy-egy bírósági döntéssel például, mert az igazságérzetünk egy sokkal szigorúbb, komolyabb büntetés után kiállt. Úgy érezzük, hogy nincs arányban a bűn súlyával a büntetés, és a büntetés nincs elrémisztő erővel mások számára, hogy ugyanerre az útra lépjenek. Persze a szakemberek másképpen gondolkodnak erről, és nyilván másként is látják, mint mi laikusok. De gondoljunk bele, hogy milyen lehetett az izraelitáknak ez a 40 esztendő. Minden nap mindenkit emlékeztetett arra, ez a 40 év, hogy Istenben kell bízniuk. 40 esztendőn át minden nap eszükbe kellett, vagy kellett volna, hogy jusson, hogy Isten az egyedüli reménységük. Sajnos azonban nem így történt. Abban a 40 évben is sokszor elégedetlenkedtek, zúgolódtak. Mégis enélkül a büntetés, vagy a bűn következménye nélkül ez a nép nem tudott volna bemenni és letelepedni az ígéret földjén. Eleinte minden bizonnyal nehezek voltak ezek az esztendők.
aztán ahogyan elkezdtek meghalni az engedetlenek, ahogyan teltek az évek, az évtizedek, egyre inkább mindenki belátta, hogy Isten ígérete beteljesül, úgy lesz, ahogyan ígérte. A fiatalabb nemzedék pedig, ahogyan gyermekből felnőtté vált, meg kellett, hogy tanulja, lehet, hogy egyre izmosabbok a karjaim, a lábaim, lehet, hogy egyre több a tapasztalatom, de mégis egyedül az Úrban van az én erőm és reménységem. Hosszú idő, 40 esztendő, egy nemzedéknyi élet. A fiatalabb nemzedék érezhette volna akár áldozatnak magát, hogy ők szenvednek az idősek bűneiért. Valójában azonban egyrészt a bűn következményeiről volt szó, másrészt pedig arról, hogy Isten még a büntetésben is irgalmas, kegyelmes. A 40 év alatt nagyon sokszor elmondhatta az idősebb generáció a fiataloknak, hogy ti ne tegyetek úgy, ahogyan mi tettünk. Ti ne csináljátok azt, amit mi csináltunk. Ti ne kövessétek el ugyanazt a bűnt, ugyanazt a hitetlenséget, mint mi. Mert az idősebbek nem csak azért bölcsek, mert ők már annyi mindent megtapasztaltak, hanem ők a saját hibáiktól is meg akarják menteni normális esetben a következő generációt. Ezért is adnak tanácsokat. Fiam, unokám, ezt én már átéltem, ne csináld, nem lesz jó vége. És az a legjobb, amikor arra buzdítanak, engedelmeskedj Istennek. A mai igében ezzel találkozunk. Még nincsenek az ígéret földjénél, de Isten tanítja, figyelmezteti őket, mert újra nagy bűnt követtek el. Mózes 40 napig fent volt a hegyen, és beszélt az Úrral. Nyilván Mózesnek ott nem feltétlenül úgy telt az idő, mint ahogyan lent a ráváró embereknek. Csak azt látták, hogy Mózes felment, és hogy nem jön, nem érkezik. És ezzel együtt úgy érezték, hogy megszakad a kapcsolatuk Istennel. Mózessel beszélt az Úr. Most meg Mózes nincs. Ki fog minket tovább vezetni? Hogyan fogunk haladni? Hogyan fogunk bemenni majd erre az ígéret földjére? Azt se tudjuk, merre menjünk. És akkor előjön újra a régi beidegződés, 10-12 generáció emléke, ami mögöttük van Egyiptomból. Legyen egy látható Istenünk. Öntsünk magunknak egyet. És akkor mondják Áronnak, itt van ez a rengeteg arany, amit kaptunk az egyiptomiaktól, amikor kijöttünk onnan, összeadjuk szívesen, önts nekünk egy aranyborjót, amilyet láttunk ott Egyiptomban, amit imádtak azok, az lesz az Istenünk. Te meg, Áron, lépjél Mózes helyébe, te légy a vezetőnk. Követünk téged, és követjük azt az Istent, akit ön tesz nekünk. Nyilván Áron félt is, meg is kísértette az is, hogy mégse az öcsém mellett leszek szószóló, hanem végre én leszek az első a nép előtt, és belement. Mózes pedig, amikor lejött a hegyről, olyan ideges lett, hogy maga az Isten által készített kőtáblákat is ripityára törte mérgében. Aztán a nép büntetést kapott, sokan meghaltak, a bálványt összetörte Mózes, ismerjük, olvashattuk az elmúlt napokban ezt a történetet. Most pedig újra felment Mózes az Úrhoz a hegyre. Ott van vele, beszél Isten vele újra. És elmondja ezt az igét is. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is, három, sőt négy nemzedéken át. Isten irgalmas, szereti az embert, minket is, de ez nem jelenti azt, hogy a tetteinknek, a bűneinknek nincs következménye. Az Úr irgalmas, kegyelmes Isten, szeretete, hűsége nagyon nagy. Sokszor sokkal tovább tűr, tanít, szólingat, mielőtt büntetne,
mielőtt a bűneink jogos következményeivel számolnánk. És ennek sokszor tényleg az az oka, hogy volt valamilyen felmenünk, elődünk, aki olyan életet élt, akire nézve Isten velünk szemben még hosszú tűrő. Mint amikor mondjuk egy munkáltató, egy nagyon-nagyon jó barátjának, talán lekötelezettjének a gyerekét kezdi el alkalmazni, és azt látja, hogy bizony ezzel az alkalmazottal sok baj van. Figyelmezteti, és aztán lehet azt mondja már az apjának, a barátjának, nézd, az utolsó lehetőséget kapja, mást már régen engedtem volna. Ő kap még egy lehetőséget. Az apjára való tekintettel van még egy esély. Az apjára való tekintettel még van lehetősége javulni, változni, megbecsülni önmagát. De az újrakezdési lehetőség, ez a kegyelem nem tart örökké. Eljön az idő, amikor a tetteivel egy ilyen embernek szembe kell nézni. Más a helyzet, amikor a saját gyerekünkről van szó. Velük különösen hosszú tűrőek vagyunk és irgalmasok. De az ő tetteiknek is van következménye. A gyermekeinkkel szemben végtelenül türelmesek vagyunk. Irgalmunknak nincs határa. De a tetteiknek, nekik is látni kell következményét. Ha a gyermekünk csalódást okoz, ha nem állja meg a helyét, ha nem akar igazodni, olykor egy jó szülő kemény lépéseket is képes megtenni a gyermeke érdekében. Van, aki elküldi a gyereket kollégiumba, egy nehéz munkahelyre, talán katonának, azt akarja, hogy megedződjön, felelősséget tanuljon, hogy megértse a tetteiért felelős és legyen komoly emberré. Egy ilyen gyerek, aki nem bírja a korlátokat egyébként sem, ezt nagyon megszenvedi, de mégis a javára van. A szülői szeretet mégis azt jelenti, hogy a gyermekéről nem mond le sosem. Amikor elengedi magától, messziről, akkor is szemmel tartja, érdeklődik felőle, minden nap figyeli, mert szereti. És alig várja, hogy visszatérhessen érett emberként. Számunkra ezt jelenti Krisztus. Ő benne, ő általa ugyanis Isten gyermekeivé lesz az, aki megérti és elfogadja az ő váltságát, szabadítását. Krisztus által Isten gyermekei ugyanúgy kapnak feddést, büntetést, mint mások. A mi bűneinknek is ugyanúgy vannak következményei, mint másoknak. De Isten büntetése velünk, az ő gyermekeivel kapcsolatban mindig és kizárólagosan az érdekünkben történik. Nem enged sohasem elveszni, ha messzire kerülünk is tőle, örökké a gyermekei leszünk. De mivel szeret, nem engedi, hogy a bűneinkben maradjunk. Ez azt jelenti, hogy irgalmas az Úr. A büntetése is az irgalmának a része. Egy tapasztalati törvény is, hogy aki bűnben él, annak következményeit az utódai is hordozzák. Ezért mindenki önmagáért felelős az életében, de az utódaiért, a környezetéért is. Isten minden bűnt megbocsát, de rossz a bűnök következményeivel szembesülnünk. Különösen akkor, ha más szenved miattunk. Egyre több ember jár pszichológushoz azért, mert a gyermekkora traumáit nem tudják feldolgozni, pedig egyetlen normális szülő sem akar rosszat a gyerekének. Egyre többet előkerül, hogy a világunkat elszennyezzük, hogy egyre rosszabb környezetet adunk tovább a következő generációnak, és még sok-sok példát lehetne sorolni, amikor az ember sok idő múlva, évek múlva szembesül vele, hogy amit tettem, annak rossz következményei vannak. Mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus szenvedett a mi bűneinkért, és ezért olyan fontos nekünk a kereszt. Onnan tudjuk, hogy mennyire szeret minket az Úr, hiszen vállalta helyettünk a szenvedést. És ez ösztönöz bennünket a tiszta életre, a bűn elkerülésére. Mi nem elsősorban rettegünk a következményektől, nem elsősorban félünk az Isten büntetésétől,
hanem hálából akarunk élni az Úrnak, az ő törvénye és igazsága szerint. Ez a mai ige, a bibliai történet is ösztönözzön bennünket erre, az Úrral való szoros kapcsolatra. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk neked azért, mert szeretsz bennünket, és köszönjük, Urunk, hogy megmutatod, hogy a szeretet, az irgalom, a hűség, valamint a büntetés, az járhat együtt. Köszönjük, Urunk, hogy megmutatod nekünk az igazi szeretetnek a mélységét. Hálásak vagyunk, hogy a te szereteted nevel is bennünket. Nem csak magadhoz ölelsz, meg vígasztalsz, nem csak letörlöd a könnyeinket, nem csak megadod kéréseinket, vagy gyógyítod betegségeinket, hanem ha kell, akkor feddesz, intesz, még meg is büntetsz. Hálásak vagyunk, ha megérthetjük, ha megtapasztalhatjuk, hogy a javunkra van mindez. Köszönjük, ha visszanézhetünk úgy az életünk egy-egy pontjára, pillanatára, amikor felismertük, hogy valami kellemetlen, valami rossz volt a számunkra, mégis a javunkra történt. Imádkozunk, Urunk, hadd tudjuk így szemlélni az egész életet, és könyörgünk, hogy ments meg bennünket a rossz döntésektől, az önzéstől, az irgalmatlanságtól. Vágyunk arra, hogy te tölts be bennünket a te lelkeddel. Imádkozunk, Urunk, add meg nekünk azt, hogy tanulni tudjunk a hibákból, a vétkekből is, és azokat akarjuk elhagyni. És add meg számunkra azt, hogy a legfontosabb legyen az életünkben a Krisztussal járás. Könyörgünk, Urunk, így áld meg az életünket. Imádkozunk azokért, akik talán ezekben az órákban is a földeken dolgoznak, akik igyekeznek a szabadabb, a szárazabb időt kihasználva befejezni az aratást. Légy hozzájuk is irgalmas, segíts, hogy be tudják végezni munkájukat, és örvendezni tudjanak az eredményének. Kérünk téged, Urunk, add, hogy lehessen így gyönyörködésed a mi életünkben, gyümölcstermő életünket, hadd élvezhesse a környezetünk, és hadd legyünk vele a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután nem tartunk istentiszteletet itt a templomban. Jövő héten, szerdán 18 órától a fiatal felnőttek köre tartja alkalmát a parókián. Augusztus 7-én, pénteken 17 órától konfirmációi vizsga lesz itt a templomban. Mához egy hétre a konfirmáció vasárnapja lesz gyülekezetünkben. Délelőtt 2 istentisztelet lesz a szokott időben, 8:30-kor és 10 órakor. A 10 órási lesz a konfirmáció alkalma. És jövő vasárnaptól a délutáni istentiszteletek is újra indulnak 16 órától. Úrvacsorára előkészítő bűnbánati istentiszteleteket tartunk augusztus 13-15 között csütörtöktől szombatig, minden délután 17 órától itt a templomban. Augusztus 16-án vasárnap az új kenyérért adunk hálát mindkét délelőtti istentiszteleten. Ez alkalomból megterítjük az Úr asztalát. A 10 órai istentiszteleten lesz a konfirmandusok első úrvacsora vétele. Tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat.
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Hálánk jeleként az elmúlt héten 92.830 forint adományt helyeztünk el a persejekben. Sajnálattal kell közölnöm, hogy a gyülekezeti táborunk az idén elmarad, érthető módon a járványveszély miatt sokan voltak bizonytalanok, így nem érkezett olyan létszámban jelentkezés a megadott határidőre, ami gyülekezeti táborként megvalósítható lenne. A járvány elmúltával reménység szerint a következő esztendőben jóval nagyobb létszámban majd be tudjuk pótolni ezt a tábort. Jelentem a testvéreknek azt is, hogy az úrvacsorai kiskelyhek rendelése megtörtént. Gyülekezetünk 500 darab ilyen kelyhet készített, darabját hozzávetőlegesen 1800 forintért. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon erre a célra a kiáratoknál elhelyezett persejekben. Az elmúlt héten 59.200 forint adomány érkezett erre a célra. A Reformátusok lapja legújabb számából érkezett a héten is néhány darab, az iratterjesztő asztalnál ez, és sok más lelki építő irat megvásárolható. Isten tegye áldottá mindnyájunk számára a ránk következő hetet is. Záróénekként a 231. dicséretünket énekeljük mind a négy versével. 231. énekünk első verse így kezdődik: Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.